A rendőrök és a határrendészek is járőröztek ma Horgoson, a péntek hajnali migráns leszámolás után. Három migráns lőttek agyon tegnap a magyar határhoz közeli erdős területen. A szerb államfő tegnap este bejelentette, ha kell, a katonaságot is bevetik. Alekszandr Vučić úgy fogalmazott, a migránsok nem használhatják a mi területeinket egymás közötti leszámolásra. Automata gépfegyverek és ahhoz való lőszerek. A szerb belügyfotói akkor készültek, amikor a rendőrök átfésülték a pénteki lövöldözés helyszínét Horgoson. Lövések és robbanások hallatszódtak péntek hajnalban Horgos külterületén. Fegyverekkel csaptak össze a bevándorlók. A helyiek szerint az eset háborús állapotokra hasonlított. Olyan volt, mintha az ablakuk alatt lövöldöztek volna. Nem tudom elképzelni, hogy ebben az országban ilyen megtörténik, hogy beengedünk ilyen rabló gyilkosokat ide. Nekünk kell félni, nekünk, embereknek. Véd valaki mennünket, senki. A pénteki tűzharcban három illegális bevándorló halt meg, egy pedig megsérült. Hat migránst vettek őrizetbe, őket többek között fegyver és robbanóanyag illegális előállításával és azzal való kereskedéssel gyanúsítják, de további 79 illegális migránst is találtak a környéken. Szombaton állig felfegyverkezett egyenruhások lepték el Horgos környékét. Egy nappal a migráns lövöldözés után a szerb rendőrség különleges egységeit is kivezényelték. A kommandósok páncélozott járművekkel járőröztek a magyar határ melletti településeken. Afgán banda gyilkolhatott Horgoson, ezt írja a Pesti Srácok. Szerintük előbb Palics közelében a Tőzeg bányánál csapott össze a 313-as számú afgán és a 7777-es tálib csoport. Éjjel két órától pedig a Szelevényi erdőnél lövöldöztek. Alap szerint afgán embercsempészek lőttek marokkói és szír migránsokra, akik fizetés nélkül akartak áthaladni a területen. A pesti srácok szerint, aki úgy próbál meg áthaladni a területükön, hogy nem fizet, azt kíméletlenül lelövik. A pénteki lövöldözésben hivatalos információk szerint hárman haltak meg, és egy személy megsérült. A Zenei Televízió ugyanakkor hat halottról és egy sebesültről tud, de ezt az információt nem erősítették meg. Ha kell, a katonaságot is bevethetik, így reagált a horgosi lövöldözésre a szerb elnök. Alekszandr Vučić úgy fogalmazott, a migránsok nem használhatják ezeket a területeket az egymás közötti leszámolásokra, ezért gondoskodni fognak arról, hogy ennek vége szakadjon. Újra az elosztáson gondolkodnak, a migráció menedzselését kívánják finanszírozni. Miközben az Európai Unió határánál fegyverekkel gyilkolnak a migránsok, Brüsszel a külső határok védelme helyett a bevándorlók szétosztásán dolgozik. Erről a századvég jogi tanácsadója beszélt az M1-en. Ifjabb Lomnici Zoltán azt mondta, az unió vezetése plusz forrásokat kér a tagállamoktól, többek között a migráció kezelésére. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy újra tombol az erőszak és a terror az Európai Unióban. Óhatatlanul azt gondolnánk, hogy az Europolra, vagy éppen az Europol égiszén belül működő, szervezetén belül működő koordinációs, terror elleni koordinációs hivatalra fordítanak forrásokat. Ez fel sem merül. Ifjabb Lomnici Zoltán hozzátette, a magyar kormány álláspontja 2015 óta változatlan a kérdésben, vagyis a migrációt nem menedzselni, hanem megállítani kell. Megindulhat. Horgosról kapcsoljuk most kollégánkat, Pető Attilát, szervusz, jó estét. Napközben ugye azt lehetett látni, hogy kommandósok érkeztek, sőt felállítottak egy rögtönzött műveleti tábort is. Miért, mi célból, mire készülnek? Jó estét kívánok! Nos, amiért érkeztek, azt már meg is kezdték. Egészen pontosan a migráns bűnözés, illetve az embercsempész bandák felszámolását tűzték ki célul. Ezek az akciók már a nap folyamán megkezdődtek. Szabadka, illetve Horgos összes bejáratát és kijáratát folyamatosan rendőrök ellenőrzik, taxisokra vadásznak, hogy így fogalmazak, akik migránsokat szállítanak. Emellett az erdős területek felkutatása is folyamatban van, így a rendőrség közleményt is adott ki, hogy sem a tévéstávok, sem pedig a lakosok nem biztonságos helyzetben vannak, hogyha megközelítik ezeket a területeket. Tehát konkrétan kihangsúlyozták, hogy az éjszaka folyamán, aki csak teheti, az kerülje el ezeket a külterületeket, Szabadka környékén vélhetően migránsok begyűjtése zajlik a jelen pillanatban. És hát itt volt a nap folyamán Bratislav Gašić szerb belügyminiszter is Szabadkán és Horgoson is, ahol elmondta, hogy meghallotta Alekszandr Vučić felhívását, felszólítását, aki a tegnapi nap folyamán megkérte a rendőrséget, hogy vagy
lépjen fel hatékonyabban, vagy pedig, ha ez nem történik meg, akkor a katonaságot fogja bevonni a helyzet kezelésébe. Bratislav Gašić azt mondta, hogy tartós időre érkeztek meg a rendőrség különleges egységei, több száz rendőrről beszélünk egyébként, akik a jelen pillanatban is Horgoson, Szabadkán és ezen települések környékén tartózkodnak. Azt mondta el még Bratislav Gašić, hogy addig nem fognak kivonulni innen, amíg az utolsó bűnözőt is el nem kapják. Tehát azt üzente a bűnözőknek, hogy felejtsék el Szabadkát, tehát hogy ez a város ezentúl biztonságos lesz, és addig nem mennek el ezek az egységek, ezek a csapatok, amíg minden ember biztonságát nem garantálják ezen a területen. Azt is elmondta a szerb belügyminiszter, hogy a magyar féllel is egyeztettek, tehát a magyar kollégákkal, és a mai naptól fogva a Magyarország területén elfogott migránsokat a szerb belügyminisztériumnak adják majd át, tehát a kitoloncolási folyamat az úgy fog kinézni, hogy a szerb belügyminisztérium fogja majd átvenni ezeket a migráns. Számos egyéb akciót jelentett még be a szerb belügyminiszter. Az összes szállodát, az összes szálláshelyet ellenőrizni fogják, tehát minden olyan bűnözőt, aki ezeken a helyszíneken tartózkodik, be fogják gyűjteni. És hát azt mondta, hogy legalább 2 hétig itt tartózkodnak, majd reméli, hogy ez a 2 hét alatt sikerül is minden munkát elvégezni, de ha kell, akkor tovább is itt fognak tartózkodni. Ugye azt már biztosan tudjuk, hogy a tegnap hajnali migráns leszámolásnak 3 áldozata, halálos áldozata van. De egyes hírforrások azt mondják, hogy ez több is lehet, konkrétan 6 áldozatról beszélnek. Miért a különbség erről, mit lehet tudni? Így van, valóban 2 verzió kering a jelen pillanatban, tehát az egyik a hivatalos, ahol ugye 3 halottról és 1 sebesültről tudunk, a másik pedig nem az első eset, hogy több bevándorlót, több áldozatot jelentenek be, úgy a helyi lakosok, úgy pedig akár a rendőrség dolgozói is nem hivatalosan, tehát hogy ez már korábban is előfordult, hogy egy-egy ilyen fegyveres összetűzés esetén több halottról érkeznek hírek, és hát olyan korábbi információk is már keringtek a helyi lakosok körében, hogy így fogalmazzak, hogy sok esetben a migránsok maguk megszabadulnak, úgymond a holttestektől, tehát elássák őket ezekben az erdőkben. Tehát nem is lehet igazából tudni, hogy egészen pontosan hány halottja lehet egy-egy ilyen fegyveres összecsapásnak, mert a migránsok saját maguk ezeket a dolgokat elintézik, illetve hát a nyomokat ugye eltakarítják maguk után. Horgosról Pető Attila tudósított, köszönjük szépen!